Sziasztok, gyerekek! A Kincses Ládába ezúttal egy barangolásra imitálunk titeket, mégpedig a Mesék Birodalmába. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében az idei évben is megrendezték az óperenciás mesemondó versenyt és mese ünnepet. A helyszín ezúttal a döntő helyszíne a 7-7 Játék Múzeum volt, ahova természetesen a Kincses Láda stábja is ellátogatott. Most ezekből a mesékből szemezgettünk nektek, tartsatok velünk! Benedek Elek, az okos Zsuzsi. Volt egyszer egy szakácsné, Zsuzsi volt a neve. Hely, okos egy leány volt ez a Zsuzsi, de milyen okos? Hát még a bort hogy szerette. Azám, ha szerét ejthette, iszogatott. S mert a bort le is kell nyomtatni, magának kaparintott minden jó falatot. Na ugye, okos leány volt Zsuzsi. Mondja egyszer a gazdája Zsuzsinak. Hallod-e, Zsuzsi, vendéget hívtam vacsorára. Süss meg két kakast jó pirosra ropogósra, érted-e? Igenis értem, mondotta Zsuzsi, s nosza egy-kettőre leölt két szép kakast. Leforrázta, megmellesztette, nyálasra húzta, s forgatta a tűzön. Két kakas pedig csak sült, 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 pirult, pirosodott, s mire esteledett, talkonyodott, megsült szép pirosra, ropogósra, megbizony. Az ám, de hol a vendég? Az bizony nem jött. A két kakas pedig csak sült, 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 pirult, pirosodott. Mondja Zsuzsi, jaj, jaj, ha nem jön a vendég, a szép piros pekenye szénné feketedik. Nosza utcú szaladott a gazda a vendég után. Mezzeg Zsuzsinak sem kellett több, ő meg szaladott a pincére. A hordó csapra ütötte, jól ellátta magát. Aztán felismét a konyhára, és az egyik a kaszárnyát levágta, és megette. Gondolta magába, mit tettem, az egyik szárnyát megettem, s ha már így van, azért van a nagy eszem, a másikat is megeszem. Meg is ette, mert így okoskodott, ha mind a kettőt megeszi, akkor a gazdája észre sem veszi. Noha megette, megette, nem volt nagy kár érette, s mert hogy se gazda, se vendég, Zsuzsi megint lement a pincére, a hordó csapra ütötte, ívott, mint a kefekötő, azután felment a konyhára, és az egyik kakas megette egészen. Áj, de jóval, de finom volt, mondott a Zsuzsi, és most már imígy okoskodott. Ha az egyiket megettem, megeszem a másikat is. És ilyen-olyan szedte-vette, meg is ette. Hiszen épp jókor, mert jött a gazda lihegve, bekiáltott a konyhára. Gyorsan, Zsuzsi, áll a jegyszeribe, itt a vendég! Igen, és azonnal a gazda leült az asztal mellé, egy nagy-nagy kés szedett elő, a kést pedig csak fente, fente, fenegette. Zsuzsi pedig csak nevette. Hát jött is a vendég, kopogott az ajtón, Zsuzsi elébe ment szörnyű ilyet arccal. Az Istenért, lelkem uram, szaladjon, nehogy itt maradjon. Miért, miért? Hát nem hallja, hogy a gazdám feni a kést? Minek feni, tudja-e? Mind a két filét levágja szörnyű haragjába. Fusson, fusson, gyorsan hazajusson, ha az élete kedves. Bezzeg, hogy futott a vendég, mintha szemét kivették volna. Zsuzsi pedig beszaladott a konyhára, mintha ölnék, úgy jajgatott. Jaj, jaj, micsoda vendég! A két kakast kikapta a tálból, s azzal utcú elszaladott. No, az aztán finom vendég, mordult fel a gazda. Legalább az egyiket itt hagyhatta volna. Szaladott utána, s kiabált veszettül. Csak az egyiket! Bár az egyiket! A másikat viheted! Bezzeg, hogy a vendég nem a kakasra, hanem a fülére értette ezt, s még jobban szaladott, örült, hogy épp füllel hazajutott.
Szilárdi Gábor, segítség ember. Kecske. Azt tuti, hogyha én ember lennék, csak házi kecskét tartanék. Nem akarok dicsekedni, nekem az nem szokásom, de nálam hasznosabb állat már csak egy van. Egy másik házi kecske. Hova tették az emberek a szemüket, hogy kutyákkal, macskákkal, meg kisgyerekekkel bíbelődnek? Hát melyikezik meg mindent válogatás nélkül, ami az árok partján terem? Melyik csinál a sok rekeszű gyomrában, abból a sokféle dudvából, kóróból igazi tejet? De olyat ám, amiből finom túró, meg sajt készíthető. A mai világban, amikor az árak úgy mennek fel, mint Peti az 5. emeletre, ha Juliska int neki, a házi kecske főnyeremény. Kérem szépen, ha másképp nem megy, hát gondolkodjanak. A házi kecske a legtökéletesebb gyár. Felül bemegy az értéktelen semmi, alul meg kijön a tejfehér élet. Hogy a dúsan göndörödő szőrzetről már ne is beszéljünk. Na ezt csinálja utánam a kutya, a macska, meg a kisgyerek. Tudom, azt mondják, engem nem lehet lakótelepi lakásban tartani. Miért? Embereket lehet? Ők nem vadulnak el egy idő után a 10. emeleten? No, de ez nem az én gondom. Elegen élnek kertesházban, sokaknak van hétvégi telkük, ott az én helyem. És kedves jövendő gazdáim, ne tessenek félni attól, hogy lelegelem az egész veteményes kertet, a fák kérgét vagy lombját. Olyan vagyok, mint a 8 hónapos pötyike. Csak azt teszem meg, amit a számba vehetek. De pötyikével szemben az a nagy előnyöm, hogy engem ki lehet kötni. Nem szeretem ugyan, de nem szokták megkérdezni a véleményemet. Ám pálymázzanak ki, nem bánom, de 3 kívánságom azért a sok jóért, amit az emberiségnek adok, nekem is lehet. Első kívánságom, hogy tartsák rendben a szőrzetemet, különben olyan leszek, mint Petike hajonnyaralás idején. Második kívánságom, hogy mindig legyen az ólamban tiszta víz, meg takarmányzsó. Harmadik kívánságom, hogy szeressenek. Azért, mert szarvaim vannak, nem öklelőzöm folyton. Az embereknek is van körme és foga, mégis ritkán karmol és harap. Végül álljon itt szerénységem dicséretére egy reklámversike. Miért ne? Van ez is olyan ügye, mint ami a tévében szokott menni. Tanuld meg ember a leckét, kutya helyett tartsál, elfelejtettem a hímet, bocsánat, csókol mindenkit, McDonald. Fésűs Éva, a büszke tölgyfa. Volt egyszer egy körös körül erdőben egy sudár, fiatal tölgyfa. Kékék felé nyújtózkodott, lombjain át aranynapfény szitálgatott, és gyökerével a föld minden erejét magába szívta. Ő volt a legszebb az erdőn. A madarak vágyakozva nézték erőságai hajlását, védelmező lombjait. Szerettek volna rá fészket rakni, de a fa dőfösen rázta magát. Hessinne a hangos népség, nem leszek fészektartó. Szép koronám nem ilyenre termett. Hes-hes! Még a pihenő madárkát sem tűrte meg ága hegyén, és a olykor egy-egy tudatlan kis jövevény mégis próbálkozott volna rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig elkészült madárfészket. Őszidőben a mókuskák vidáman felkapaszkodtak derekára, és szépen kérték. Olyan éhesek vagyunk, adj egy kis makkot! A büszke tölgy mérgében akkorát recsent, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla. Csak a hízelgő szél tudott befurakodni lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig.
Egyszer saját szememmel láttam mellette kibújni egy gombát. Amint észrevette, hol bújt ki, kalapot emelt, és elgyalogolt máshova. Már az árnyéka sem kellett senkinek. Képzeljétek, már az ő sem mert kérgéhez törleszkedni. De egy darabig így is megvolt a tölgy, hanem idővel az évgyűrűk vastagítani kezdték derekát, és tetszett vagy nem tetszett, belebújt a kukac. Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta, a fa hasogató fájdalmakra ébredt. Tavasz volt akkoriban. Minden fa érezte magában az új nedvek keringését. Csak a tölgy fájt magányosan, rossz kedvűen és szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte. Ó, jaj nekem, elpusztulok! Ezt meghallotta a közelben tanyázó mókusasszony, és nyomban abba hagyta fiacskái mosdatását. Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? Kérdezte sajnálkozva. Már is ide hívom Harkály doktort. Nem kell, nem kell, hadonászott a fa. Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a hegyes csőrével, amiért nem engedtem be az odumba. Ugyan mit képzelsz? Mondta a mókus, és azért is elszaladt. Harkály doktor nyomban ott termett. Még pici piros sapkáját sem vette le fejéről. Nem sokat törődött a fanyőgéseivel. Körbe kúszott rajta, megkopogtatta, egy helyen megállt, és csőrét mélyen kérgébe ütötte. Megvagy, férge, mi haszna? Ügyesen kiemelte, és már volt nincs, már el is tüntette éhes kisbegyében. A fa felsóhajtott. Jobban vagyok! Körös körül őzek leskelődtek, madarak, mókusok figyelték, mi lesz. Mindenki megkönnyebbült, mikor a doktor bekapta a kukacot. Miért segítettél rajtam? Kérdezte a tölgyfa. Hiszen én rám mindenki haragszik. Erre a körülállók kacagni kezdtek, és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket. Ó, te tölgyfa, senki sem haragudott rád, te haragudtál az egész világra. Beteg voltál, de most már meggyógyulsz, tette hozzá Harkály doktor. Orvosságot is rendeltem. Vidámságra és sok madárdalra van szükséged. Meg lesz, kiáltották az állatok, és nyomban körbe táncolták. A fa sokáig nem bírt megszólalni, csak állt köztük szégyenkezve. Egyszer gondolt egyet, és kitárta ágkarjait a madarak felé. Gyertek ide hozzám! Azzal a madarak olyan vidáman kezdtek énekelni, fütyögetni, csiripelni, mintha mi sem történt volna. Benedekelek, a sündisznó. Hol volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt egyszer egy boltos, egy király és egy szegény ember. Ez a boltos eljárogatott az erdőbe vadászni, de egyszer úgy eltévedt az erdőben, hogy sem tudott kitalálni. Már a lábán is alig állott a nagy fáradtságtól, s keservesen felkiáltott. Istenem, Istenem, ha valaki kivezetne az erdőből, három lányom közül a legszebbet neki adnám, de még három zsák pénzt is adnék neki. Abban a pillanatban megszólalt mellette valaki, s azt mondta, kivezetlek én, csak gyere utánam. Néz a boltos mindenfelé, nem lát senkit. Lenéz a földre, hát ott henteleg egy kis sündisznó. A boltos megígérte a sündisznónak, hogy neki adja a legszebb leányát, s ad még három zsák pénzt is, csak vezesse ki. Azzal a sündisznó elindult előre, a boltos utána, s kivezette az erdőből. Az erdő szélén elváltak egymástól,
A boltos ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe. Másnap a király ment abba az erdőbe vadászni, de ő is úgy eltévedett, mint a boltos. Föltekintett az égre, nagyot sóhajtott. Istenem, Istenem, ha valaki kivezetne az erdőből, három lágyom közül a legszebbet neki adnám, de még három szekér pénzt is adnék neki. Kivezetlek én, csak gyere utánam, szólalt meg valaki. Néz a király mindenfelé, vajon ki beszél? Hát a lábai alatt egy sündisznó van, az beszél. Azzal indult a sündisznó után, s hamarosan kijutott az erdőből. Az erdő szélén elváltak egymástól, a király ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe. Éppen az idő tájt egy szegény ember is eltévedett az erdőben. Istenem, Istenem, nekem nincsen semmi ezen a világon, de ha egy undok féreg vezetné is ki az erdőből, azt igen nekem megfogadnám. Na hát akkor gyere utánam, szólalt meg valaki. Bezzeg, hogy a kis sündisznó volt az. Egy szempillantásra kivezette az erdőből. Ott elváltak egymástól, a szegény ember ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe. Telik, múlik az idő, a kicsi sündisznót már kezdették is felejteni. A boltos, a király, a szegény ember mind azt gondolták, hogy valami csodálatos álmot láttak. Nem is volt igaz, ami velük történt. De bizony nem volt álom, mert egy este, amikor a szegény ember már lefeküdött, bekopogtat az ablakon a sündisznó. Apám, uram, nyissa ki az ajtót! Álmélkodik a szegény ember, hiszen neki sohasem volt gyermeke. Kinyitja az ajtót, hát csak úgy behöngorodik a küszöbön a kicsi sündisznó. Adjon Isten jó estét, apám, uram, hazajöttem. Fogadj Isten, édes fiam, hát megjöttél? Már bizén? Apám, uram, van-e kigyelbennek két csizmadia talérja? Van, fiam, van. Noha van, menjen be a városba, ott a piacon egy vénasszony egy fekete kakast árul, azt vegye meg. Van annál egy rongyos nyerekszerszám, vegye meg azt is. Elmegy a szegény ember, megveszi, hazaviszi. Hát a sündisznó fölnyergeli a fekete kakast, rápattan, s úgy elnyargal, mint a sebesszél, még annál is sebesebben. Meg sem állott, míg a boltos házához nem ért. Bekiált az ablakod. Hé, boltos uram, nyissa ki az ajtót! Kijön a boltos, de marthanyat esett ilyetében, amikor meglátta a sündisznót. Na, mit csináljon? Előhitte a három lányát, és elmondta nekik, hogy ő bizony ennek az undok féregnek ígérte a legszebbiket. Hely, lett nagy sírás, rívás! De a sündisznó bizony nem bánta. Kiválasztotta a legkisebbet, a három közül a legszebbet, s mondta lelke szóval. Te az enyém, én a tied, ásó kapas nagy harang válaszol el minket. No, bezzeg a lány, nem mondotta. Az csak sírt, hullott a könnyen, mint az áporeső. A boltos beleültette a lányát a hintóba, a sündisznó pedig büszkén lovagolt mellette a fekete kakason. Útközben benéz a hintó ablakán, és látja, hogy sír a leány. Hát te még mindig sírsz? Sírok bizén, mondotta a leány, sírok is, halálomig. No bizony, ha sírsz, nem is lesz az én feleséged, eredj vissza az apádhoz. Azzal visszafordította a hintót, hanem a három zsákpénzt nem küldötte vissza. Azt elvitte a szegény embernek. A sündisznó elvágtat a királyhoz. Emlékszik-e, hogy mit ígért? Emlékszem, emlékszem, mondotta a király. Bárcsak ne emlékezném. Inkább haltam volna meg. De hát, amit mondtam, azt megmondtam. Beivatja a három leányát. De bizony, mondotta a legidősebb király kisasszony, én nem leszek az ő felesége, s kiszaladt a szobából. De bizony én sem, inkább megholok, mondotta a második, s az is kiszaladt a szobából. Bizén, mondotta a legkisebb király kisasszony, akár milyen undok féreg, örömmel leszek az ő felesége, mert az én édesapámmal olyan nagy jót cselekedett. Hé, Istenem, örült is! Búsult is a király. Örült, hogy jó szívű a lánya, s búsult, hogy ezt a jó szívű gyermekét el kell, hogy veszítse.
Hát bánat ide, bánat oda. Megrakadt három szekeret arannyal, és beleülteti a királykisasszonyt a hintóba. De a sündisznó ebbe sem ült bele. Lovagolt mellette a fekete kakason. Egyszer, amikor a várostól már jó messzire voltak, benéz a hintó ablakán, és látja, hogy nem sír a leány. Sőt, inkább jó kedve van. Még mondta is a sündisznónak. Ugyan minek lovagolsz azon a kakason? Gyere, ülj ide be mellém a hintóba. Hát nem félsz tőlem? Kérdezte a sündisznó. Nem félek, bizén, nem bántasz te engem. Hát nem is undorodol tőlem? Nem én. Ím, halljatok csodát! Abban a pillanatban megrázkódik a sündisznó, és olyan gyönyörűséges szép dali királyfi lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Megölelték, megcsókolták egymást. Küldöttek a királyért, küldöttek a szegény emberért, küldöttek ide, küldöttek oda. Jöttek mindenfelől vendégek, s csaptak olyan nagy lakodalmat, hogy híre ment hetet-hét országon is. Itt a vége, fuss el véle! Kedves gyerekek, ez volt már a Kincsesláda, természetesen holnap is lesz utazás, invitálunk titeket ismét az Operenciás Meseünnep birodalmába. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok!